Jó estét kívánok! A híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2016. május 10-én, kedden 19 órakor. Főbb híreink először röviden. Projektzáró nap a Mórában, Erdélyben vendégeskedtek a diákok. Ne barikádozzuk el a menekülő útvonalakat, épületek tűzvédelme. Színművek, mesejátékok, darabok, 26. színjátszó találkozó. Ötnapos tanulmányi kiránduláson vettek részt Erdélyben a Móra iskolások. A Határtalanul pályázat keretében szerzett élményeikről diáktársaiknak is beszámoltak a tanulók. 35 diák és 4 kísérő tanár vett részt a Határtalanul projektben, melynek keretében április 18-a és 22-e között Dél-Erdélybe utaztak a Móra iskolások. A projekt részeként a résztvevő gyerekek mintegy 35 ezer forintos támogatást kaptak fejenként. Az útról tartottak élménybeszámolót a diákok iskolájukban. A 7. évfolyamosok a kirándulás keretében több erdélyi várossal is megismerkedhettek. A projekt első állomásaként például Nagyváraddal, ahol Ady Endre is alkotott. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfok, titok, idegenség. Lidérces, messze fény, lidérces, messze fény. A pályázatban résztvevő tanulók diáktársaiknak egy bemutató során számoltak be élményeikről, ahol a kirándulásokon készült képeket, kisfilmeket mutatták be. A beszámolót a székely himnusz éneklésével. És közös versmondással színesítették. Megintanak a rég 12 törvéves, alap megállítni, hogy lesz lehetséges. Míg elvégre ilyen gondolatra jöttek, egymás között szoros egyességet töltek. A diákok egy életre szóló élményt szereztek a kirándulással, ahol játékos formában ismerkedhettek meg Dél-Erdély nevezetes helyeivel. Kolozsváron az ott élő magyar gyerekekkel volt egy programunk, a nevezetes helyeket kellett meglátogatnunk a belvárosban, és így megismerhettük őket is. A színes programok közül a legtöbb diáknak a sóbánya látogatása tetszett a leginkább. Nekem a legjobban a tordai sóbánya tetszett, és ott volt egy kis szabad programunk, és tudtunk felülni egy óriás kerékre, és pingpongozni is tudtunk, tehát nagyon sok mindent csinálhattunk ott. A diákok mellett a kísérő tanárok is örök élményekkel gazdagodtak a pályázat keretében. Én azt hiszem, hogy maradandó élmény marad a gyerekek számára, hiszen senki sem járt még közülük Erdélyben, különösen ennek a dél-erdélyi részen nem jártak. Én számomra is nagyon sok új információt és új ismeretet adott ez a kirándulás. Az iskola idén is pályázott hasonló keretek között, hiszen fontosnak tartják, hogy a diákok megismerkedhessenek erdélyi társaikkal. Így jövőre 55. 7. évfolyamos diáknak lesz lehetősége arra, hogy hasonló túrán vegyen részt. A közelmúltban írásban is meg kellett fogalmazni az épületekkel kapcsolatos tűzvédelmi szabályokat azoknak a házaknak és üdülőknek, ahol háromszintesnél magasabb, illetve 10-nél több lakást tartalmaz az épületegyüttes. Az új házirend tartalmazza többek között a menekülési útvonalakat, a tárolásra vonatkozó szabályokat, vagy a dohányzás, illetve nyílt láng használatát is. Új tűzvédelmi házirendet kellett kidolgozniuk a közelmúltban azoknak a közös képviselőknek, akik háromszintesnél magasabb és 10-nél több lakásra felügyelnek. Ennek tartalmaznia kellett többek között a tüzelő, fűtő és elektromos berendezések használatát, vagy a közös terekre vonatkozó szabályokat. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a folyosókat tárolóhelyiségnek használják az ott lakók. Én hangsúlyoznám, hogy még egyszer, hogy nem a feltétlen mi munkánkat nehezítik, mert hiszen mi védőfelszerelésbe megyünk be, és védősugárral, hanem ez a lakóknak a kijutását nehezíti főképpen. A tűzoltók be fognak jutni, igaz, hogy nehézségek árán, de be fognak jutni az épületbe, viszont a lakóknak nem fognak tudni szabályosan, biztonságban kijönni.
És nagyon fontos az ő érdekük az, hogy ne legyen. Ugye nagyon sokan gondolják úgy, hogy a lakást egy kicsit kibővítve tárolgatnak, hogy feleslegesé vált holmikat még ott hasznosítani tudják a közösségi terekben, akár egy ülőgarnitúrával, vagy egy polccal, ami még meg lehet pakolni különböző használati tárgyakkal. Ez nagyon veszélyessé vált teheti az adott épületből a kiutást, hiszen ha tűz keletkezik, ez egy gyulladási pont lehet, ahol viszont a tűzterés miatt már nem fog tudni átmenni senki sem. Ezeket a szabályokat a közös képviselőknek nem csak megfogalmazniuk kellett, hanem a lakókkal ismertetni és elmagyarázni is. Nagyon fontos ugyanis, hogy a közösségben élők tudják, mit kell tenni tűz esetén, és biztonságban elhagyhassák az épületet. Hétvégén szervezték meg a 26. Moson megye színjátszó találkozót a felújított Flash Központ színház termében. Az esemény az elmúlt évek alatt nemzetközi találkozóvá nőtte ki magát, ahol a gyermekcsoportoktól kezdve a komolyabb színjátszó társulatokig mindenki képviselheti magát. 1990-ben rendezték meg az első, akkor még megyei színjátszó találkozót Moson-Magyaróváron, ami azóta nemzetközivé és több napossá nőtte ki magát. Évről évre a visszatérő csoportok mellett új társulatok is ellátogatnak városunkba, hogy megmutassák tudásukat. A nagy hagyományokra visszatekintő Moson-Magyaróvári színjátszás fontos a város életében, ezt Iváncsics János hangsúlyozta ki köszöntőjében, majd hozzátette, a tervek szerint fejlesztenék a város ezen kulturális vonatkozásait is. Hosszú távú cél, hogy a Mofémgyár művelődési központját a város megvenné, majd felújítaná, ez adhatna otthont a Moson-Magyaróvári színjátszóknak. Moson-Magyaróváron odáig értünk, hogy azon gondolkodunk, hogy esetleg az amatőr státuszból egy ilyen félprofi státuszba hogyan tudnánk eljutni, ami azt jelenti, hogy néhány fizetett alkalmazott is lenne, mondjuk a rendező, és néhányan, akik szervezik a amatőr színjátszó csoportnak a dolgait, és minden évben néhány darabot így színpadot tudunk állítani. És mindehhez még az infrastruktúrát is szeretnénk hozzátenni, hisz azért az nehézkes, hogy ebben a teremben legyenek a próbák, itt legyen az állandó otthon ennek a csoportnak. A több éve országos minősítő rendezvényként zajló Moson megye színjátszó találkozó idén 2,5 napos volt, aminek zsűriét Kis László, Pápai László, valamint Gergye Rezső rendezők alkották. A találkozó célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson az amatőr színjátszó csoportoknak, akik megismerkedhetnek egymással, valamint szakmai felmérésen is részt vehetnek a hétvége alatt. Ez nem egy felmenő rendszerű színjátszó találkozó, tehát innen nem lehet tovább jutni egy országos rendezvényre, de akkor fontosnak tartjuk azt, hogy díjak legyenek, hiszen a csoportok fenntartói nagyon sokszor úgy ítélik meg a munkát, hogy hoztak díjat, vagy nem hoztak díjat. Ezt szolgáljuk idén is. Az előadásokat szombat délelőtt a lébényi színjátszók kezdték meg, akik a Kővé vált bárányok legendája című színművet adták elő, a próza mellett zenés, táncos, énekes formában. Természetesen a város színjátszó társulatai is képviselték magukat, a többi között a Bolyai Színjátékkör tagjai, akik Fradi Endre Süket királynő című mesejátékát adták elő. Nyugodj meg, Dönci, nincs baj, csak egy kicsit zajos a mese. Mit lényeg mese? Hát nem a lajos, a zajos különben is. Ne szólíts Döncinek, mert mindenket, amit alakabb, bármahal. A többnapos rendezvényen többek közt Győrből, Szerbiából, Szlovákiából, Kecskemétről vagy éppen Pécsről érkeztek társulatok, akik a 10 díjért és a 4 fődíjért adták elő produkciójukat a Flash Központban. Tűz ütött ki hétfőn délután egy Moson-Magyaróvári családi ház fürdőszobájában a Major Pál utcában. A tűzhöz a Moson-Magyaróvári hivatásos tűzoltók és a lébényi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói érkeztek ki, akik egy vízsugárral rövid időn belül eloltották a lángokat, majd megkezdték az épület átszellőztetését és átvizsgálását. Elsődleges információink szerint az eset során senki sem sérült meg. 5-0-ás kiütéses győzelmet aratott az MTE 1904 a Csepel otthonában, a labdarúgó MB3 nyugati csoportjának 30. fordulójában.
A találkozón Laki Balázs kétszer is betalált, így 15 góljával holt versenyben vezeti az MB3 góllövő listáját. A Moson-Magyaróvár sikerével megelőzte a szabadnapos Dorog csapatát, és a második helyről várhatja a listavezető Ferencváros elleni vasárnapi bajnoki rangadót. A Csepel elleni égenbeli mérkőzésünkön magabiztosan hoztuk az ötvözlő győzelmet. A legfontosabb a 3 pont megszerzése volt a csapat számára, amit helyenként jó játékkal és szép gólokkal sikerült elérnünk. Ha a hátrajövő mérkőzéseken is megmarad ez a hozzáállás, akkor elérhetjük a kijelölt célunkat. Bizakodó vagyok így a hétvégével kapcsolatban is, de hát azért előre nem lehet itt kimondani semmit, ott a labda az gömbő, bármi történhet, de jó esélyünk vannak, hogyha olyan lesz a hozzáállás, mint a vízi ellen is, ami megvolt. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Most az ABBA Új Televízió Életmód című magazin műsorát nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb szerdán a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!